Hogy hívják? Kata? Kata. Szia, Kata, figyelj! Sziasztok! Hát egy nagyon érdekes helyen vagyok. A Seven próbál most a Pannonia stúdióban. Lesz egy nagy koncertjük áprilisban, és be tudtam szökni a próbájukra, meg ilyen videóklipet forgatnak, és megpróbálom megkérdezni, hogy mi inspirálta őket erre, meg egyáltalán honnan szerzik az inspirációjukat. Nézzük meg, hogy meg tudom-e próbálni, illetve a végén valamit megpróbálnék arra is, hogy elénekeljenek. Meglátjuk, hogy sikerül-e. Az első kérdés, Emilio, hogy honnan jött az... Sziasztok! Honnan jött az inspiráció, hogy ezt összehozzátok így heten? Ez már egy álmunk volt, aztán összejött egy nagyon jó team, egy menedzsment, és összehívott minket, hál' Istennek, és egy álom valósul össze, a hét oroszlán összeállt. Oroszlánok? Oroszlánok vagyunk, így van, április 12-én a Sportarénában. Honnan jött az inspiráció ennek az egésznek az összehozatalára? Hát az az igazság, hogy már régóta próbálkozott ezzel több szervező is. Nekem az elején még ez kérdéses volt, de persze egyből elvállalt, amit mondtam, mert nekem is egy régi álmom volt egy ilyet összehozni. Ez a hét erős karakterű előadó, itt együtt egy szívként tud dobolni. Tényleg barátok vagyunk, az első pillanattól kezdve nagyon jó hangulat. Igen, mondtál egyből? Nem. Én azért az ember vagyok, aki szereti átgondolni a minden egyes lépését az életében. Tudatosan igyekszem élni az életemet, de ezek olyan nevek voltak, olyan emberek, akiket én hát ismertem, és ismertem a munkásságukat. És nagyon izgalmasnak véltem a történetet, hogy hét előadó, hét személyiség, egy színpadon mit tud kihozni egymásból, meg a magából a helyzetből. A helyzetből. Igen. És azt mondom, hogy így egyből egy ilyen nagyon clickbe flow-ba vagytok. Nagyon, nagyon. Ez elképesztő találkozás, úgy érzem, mert hogy mindegyikünk nagyon nyitott emberileg, és nem akarok nagy képülni, de mindegyikünk jó ember, úgyhogy ez... Jó abban, amit csináltuk, és jó emberek is vagytok. Igen, elsősorban ez, hogy emberileg szerintem rendben vagyunk, és ez nagyon fontos. Óriási ötlet volt számukra, hogy összehozták ezt, nem a mi ötletünk volt, az övéké, úgyhogy a dicséret az övéké. László Csapolnám. Szerzed az inspirációt úgy magába az élethez, a zenéhez? Elsősorban saját magamban, hát a hitem az a magadban nagyon fontos. Hit. Magamban és hát valakiben, valamiben való hitem az nagyon-nagyon fontos volt mindig is az én életemben. Nagyon spirituális ember vagyok. Nagyon nyitott ember vagyok, próbálok tényleg foglalkozni a saját lelkemmel, saját személyiségemmel, magával az élettel. Nagyon nagy Jackson rajongó voltam, de szerintem itt a többiek is ezzel így vannak, hogy Michael Jackson nélkül nincs pop zene. Ennyi. Ő inspirál a legjobban. Igen, aztán még a jazz koncerteket nagyon szerettem. George Benson, Marcus Miller. Akkor még nehezebben jutott el, amikor én elkezdtem így zenét tanulni magamtól, akkor nagyon nehezen jutott el valakihez, mondjuk a George Benson zenéje, vagy Marcus Miller zenéje, nem volt YouTube, nem tudtál rámenni. Nem tudtam. És ilyen kopott kazettákon szereztem meg, és akkor úgy hallgattam a dolgokat. Nagyon sok zenét hallgatok egyébként, még mai napig, tehát nincs nap szerintem, hogy ne azzal keljek, és ne azzal feküdjek, és ugye hát rengeteg olyan előadó van, akik ilyen meghatározó előadó. Tudnál mondani pár? Ha igen, Freddie Mercury. Jackson, Stevie Wonder, ezeket a nagyokat hallgatom, és akkor honnan merítünk, tanulunk. Nevetni fogtok, én egy hangból írok egy dalt. Csak az a hang megérint engem lelkileg, és akkor én is az Isten között van egy kapcsolatom, és megírom a slágereket, amiket szoktam. Eddig egy hang. Úgyhogy fütyüljétek a hangokat. Egyrészt az ember nyilván elsődlegesen azt gondolom, hogy saját magából építkezik, illetve gyűjt erőt a saját magában megtörtént eseményeket, ahogy feldolgozza. Egy szöveg, egy vers, egy dal, azt gondolom, hogy ezeknek lehet egy kikristályosodási pontja. Viszont vannak olyan dolgok, amik az emberrel megtörténik, amit adott élethelyzetben még igazából
nem tehet közzé, ilyenkor van az, hogy fióba kerül egy dal, és akkor viszont átvált egy ilyen szemlélő üzemmódba, és legalábbis én szoktam ilyet csinálni, és gyakorlatilag beleképzelem magam egy másik szituáció, hogy mit tennék, ha. Mi lenne, ha? Vagy mi lesz akkor, amikor. Például most a legutóbb írtam egy olyan dalszöveget, ami gyakorlatilag egy ilyen jövőbeli én önmagamnak szól, amikor már idős vagyok. Az időskori magam. Igen, és igazából megpróbálom átélni azt, hogy milyen lesz az, amikor például reméljük, hogy megérem a 70-75 éves, ezek is például nehezebben járja az ember a lépcsőt, stb. Tehát nyilván nem tudok erről hitelesen még beszélni, de beleképzeltem magam ebbe a szituációba. Akkor ezt ki fogom rakni, a barátom szünapja van, egy happy birthday énekelve, lehet kérni neki? Mindenki énekel egy happy birthday? Megkérem, igen, hogy egybevágom. De akkor nincs az első sort énekel. Happy birthday to you. Happy birthday, dear kedves Kata. Happy birthday, hogy hívják? Kata. Katalinka. Boldog szülinapot. Isten éltesen. Nagyon szépen köszönöm. No, hát ez szerintem elég jól sikerült. Nagyon boldog születésnapot, Kata. Köszönöm, hogyha megnéztétek. Megy tovább mindjárt a koncert, úgyhogy én ezzel is búcsúzom. Ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, és menjetek el erre a koncertre. És a legfontosabb viszont, hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor nyomjatok a feliratkozás gombra. Sziasztok!